és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere. Pontosan 4:09-kor folytatódik a Millás reggeli. Szép jó reggelt ismét mindenkinek otthoni stúdiójából, Mihálovics stúdiójában. Mihálovics András függesztette fel néhány másodpercre a reggel fél hét óta tartó reggeliét. Bent pedig Gács Gábor, ahelyett, hogy a dolgát végezne, kukkol, úgyhogy az ilyen emberek miatt találták fel az ilyen beköltözős, pucérkodós valóságsókat. Köszönjük, Gábor, aki természetesen a benti stúdiót, tehát a közösségi infrastruktúráját használja erre a kukkolásra, úgyhogy eléggé elítélhető módon. 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk. Ez az előző száraz novemberes kérdésre, nem tudom, hogy jöttek-e engem kisegítő válaszok, de közben felmerült. Jött, figyelj, elmondom, az alkohol elpárolog, ergo nem. A válasz, illetve a szárazvörös bort javasolják a marha pörköltbe száraz novemberben, hallgatók. Igen, de közben egy másik dolog is felmerült bennem, hogy ugye ha ma éjféltől este 8 után tilalom van, akkor after 8-et sem lehet fogyasztani? Hú, tudod mit, inkább erre már nyomok egy gombot. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Inkább mondj egy közlekedési infót is, ez helyre kell tenni, kérlek szépen. A baleset történt, kérlek szépen, a Megyeri úton, sajnos, befelé, a Váci út előtt, ott a belső sáv járható, csak én ennyit látok egyelőre. Vajcsi Andrási keresztevődés megjavult, ezt a hallgató a tegnapihoz képest érti így, ha jól értem, mert tegnap még be is ragadtak a keresztevődésbe, de ez nem segít azon, hogy mekkora dugó van. Négy rendőr kellett mindössze ehhez, hogy ne ragadjanak be az autók, viszont a Bajcsin a Deák tér felé a nyugatig áll a sor ma reggel is, illetve az M5-ösön Szeged felé Tejfelköd nehezíti a közlekedést. A ködnek a sűrűsége az változó, tehát bele lehet szaladni nagyon sűrű részekbe is, úgyhogy nagyon óvatosan közlekedjetek, tehát a város határokon kívül ez a most a fő veszély tényező, úgyhogy a ködre érdemes figyelni. Az időjárás előrejelzések szerint néhány helyen van esély arra, hogy megritkuljon a köd, és a tegnapihoz hasonlóan napos idő legyen. Hát reméljük, hogy ez itt Budapest környékén, illetve Budapesten minél több helyen összejön ma. Nos, és akkor megyünk tovább. Itt van velünk a vonalban Pollák Péter, az Abroncs Kereskedőház Kft. Kereskedelmi és marketing igazgatója, vezérigazgató helyettese. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! No, hát mindenki el van foglalva a koronavírussal, miközben elkezdtek beköszönni a mínuszok, és hát ugye 7 fok alatt át kell váltani téli gumira. Ember foglalkozik ezzel? Így van, mi nagyon szeretjük a 7 fok legendáját. Foglalkoznak ezzel az autósok, hála Istennek, és szerintem önöknek is, és a sajtónak is köszönhetően nyilvánvalóan mindenki a koronavírussal foglalkozik most a legtöbbet. Mi is a saját szervizeink működésében, a kollégáink testi épségében, egészségének megőrzésében és a fogyasztók egészségének megőrzése érdekében hoztunk intézkedéseket. Ezzel együtt a cél az egy makacs dolog, az jön, és a magyar autósok annak ellenére, hogy erre nincsen törvényi szabályozásunk, tudják, hogy télen téli gumival illendő közlekedni a biztonságuk érdekében. A mi felmérésünk alapján, ez a 14 szervizünk, szervizhálózatunkban készülő, napi szinten készülő mérés, az autósoknak a 40%-a már átszerelt, tehát nem várják meg nagyon sokan, fogyasztók több mint egy harmada már nem várja meg az igazán téli körülményeket, hanem tudván, hogy a gumiszervizek kapacitása az ilyenkor maximálisan ki van használva, sokan már októberben bejöttek gumit cserélni. Tehát már most megvan a 30% idén? Ez érdekes. A mi mérésünk szerint a fogyasztóknak több mint egy harmada már jó. Mi volt tavasszal, egy pillanatra hadd kanyarodjak oda-vissza, hogy márciusban jött be a vírus, és az pont a vissza lecserélési, vagy téridől nyárira cserélési szezon, ami azért gondolom, hogy kicsit jobban széthúzódik, mint amikor a télire kell hirtelen vártani. Ott volt valami változás az előző évekhez képest, hogy kevesebben váltottak, vagy hogy megijedtek az emberek, és akkor inkább fönthagyták a télit? Ez mennyire volt jellemző például?
Nagyon jól gondolja egyébként, volt változás, mert ugye az emberek is megijedtek, szerintem mindenki megijedt, mi is megijedtünk. Nehéz megbeszéléseink voltak házon belül is, hogy hogyan lehet nyitva tartani, rendkívül magas volt a bizonytalanság, napi-heti szinten változtak a nyitvatartásra vonatkozó szabályok. A fogyasztók alapvetően jöttek, és nagyon, nagyon kis részük maradt el hosszú távon, de a szezon valóban elnyúlt, hiszen amikor csak délután 3-ig tudtunk üzemelni, akár mi is, akár a partnerhálózatunk, a vidéki gumisok, értelemszerűen nem tudtunk annyi autót átszerelni. De ugye nem is ez volt az autósoknak a legfontosabb kérdés abban az időszakban, és hát sajnos ez a vírus úgy tűnik, hogy pont a mi szezonunkkal, itt a téli-nyári cserével teljesen megegyező ciklikussággal térít vissza. Itt ugye a télnél annyi különbség van, hogy a nyárinál alapvetően nem történik túl nagy, nem okoz túl nagy problémát, hogyha az ember nem amikor plusz 7 fok van, vagy plusz 10 fok van, vagy plusz 15 fok van, akkor vált vissza nyári gumira. Itt a télinél viszont tényleg nagyon fontos, hogy amikor ilyen ködös, jeges idő kezd lenni, mint én is kinézek most az ablakon, alig látok 10 méterre. Tehát amikor már ilyen idő van, akkor már azért tényleg jobb téli, biztonságosabb téli gumiabroncsokkal közlekedni. Tehát ilyen akkor szempontból ez az átszerelés most egy picit sürgősebb szerintem mindenki. Igen, azért ütötte meg a fülemet, hogy az a bevezető mondatban az volt, hogy szeretjük a 7 fok alatti történet legendáját, vagy valami ilyesmi hangzott el, de akkor ez egyáltalán nem legenda, tehát ez ténykérdés, és ez bizonyított tény, hogy 7 fok alatt jobban járunk a téli abroncsal, ugye? Téli körülmények között mindenképpen jobban járunk a téli abroncsokkal. Itt is sok változás van egyébként, mi egy kereskedő cég vagyunk, a gyártók kommunikációjában időről időre fölmerül a 4 évszakos abroncsoknak a használhatóság, a megfelelősége, mi ezt mindig egy erős kompromisszumnak tartjuk. Viszont alapvetően elmondható, hogy ahogy az ember mondjuk futni is egy edzőcipőbe megy el, nem a magas sarkú cipőjébe, vagy az öltönycipőjébe, vagy teniszezni is teniszcipőbe megy el, az autóknak is a megfelelő felszereltség tér az a téli gumiabroncs. Mm-hmm. Jó. A piacról beszéljünk kicsit, igen, hogy ugye azt olvastuk, hogy teljesen más a magyar piacnak a reakciója, tehát hogy máshol sokkal nagyobb mértékben esett vissza az igény arra, hogy gumit cseréljenek az emberek. Ez valóban így van? Mi viszonylag jól állunk? Én azt gondolom, hogy itt nagyon, nagyon korrelál a különböző országok vezetése által hozott intézkedés és a gazdaság állapota és a mi piacunk. Ha visszatérhetünk egy pillanatra a tavaszi időszakra, ott 10-20-30%-os csökkenéseket láttunk hónapról hónapra. Most kumuláltan nagyjából a piacot úgy látjuk, hogy ilyen 10-20% közötti visszaesés van, ami természetesen egy rossz dolog, de nem annyira rossz, mint mondjuk a környező országokban. Romániában például itt április-május hónapban régiós cégként mínusz 50-60%-okat láttunk. Ami alapvetően változik, az nem is az, hogy az emberek vásárolnak-e gumit vagy nem, hanem hogy hogyan vásárolják, hogyan teszik meg ezt a vásárlást. És itt pillanatra visszatérve az előző kérdésükre, ugye, hogy jönnek-e az emberek. Jönnek, igen, de nagyon fontos, hogy ezt mi előzi meg, milyen a vásárlási útjuk, és alapvetően azt látjuk, hogy ez nagyon erős lökést kapott ebben az online. És azok a szervizek, azok a partnereink vannak jelenleg előnyben, akik valamilyen módon itt már rendelkeztek ebben képességekkel. Mi például tavasszal olyan helyzetben voltunk, amikor megjött a járvány, hogy az online időpontfoglaló rendszerünk már működött a hálózatra, viszont a szervizszolgáltatást például nem lehetett még kifizetni, ezért bár a cégünk leállította szinte az összes beruházását abban a pillanatban, ott az volt a vezetőség döntése, hogy igenis a digitális fejlesztéseket folytatni és gyorsítani kell, és 2 héttel később készen is volt az a fejlesztés, amellyel a fogyasztók egy érintésmentes szervizbe tudtak jönni, ami azt jelenti, hogy tudtak vásárolni egy terméket a webshopon, tudtak választani egy időpontot online, és ki tudták fizetni a szolgáltatást. Ezzel ugye a fogyasztóknak jót tettünk, de saját magunknak is, hiszen a kollégáinkat ezzel megkíméltük egy plusz kockázattól itt a készpénz átadásra.
illetve az azzal kapcsolatos kontaktusra. Mm-hmm, tehát itt a kontaktus arra korlátozódik, hogy integetünk. Egymásnak leállítjuk az autót, átadjuk, lecserélik a gumit, és minden el volt intézve, mindenki volt fizetve, és akkor megyünk tovább lényegében, így leegyszerűsítve. Nagyon leegyszerűsítve, igen, illetve hogyha nem szeretné behozni például az autóját, mivel már minden le van szervezve, kiválasztotta a terméket, kifizette, be is küldheti akár a, ha van egy kamaszkorú gyereke, akinek véletlenül van jogosítványa, vagy van egy sofőrszolgálat, akivel beküldi, akkor be is küldheti az ott esetben a szervizben. Tehát gyakorlatilag otthonról a hotelünk kényelméből tudunk terméket vásárolni, és ugye a mi termékünk az nem egy ilyen online termék alapvetően, megvásárolható persze nagyon sok webshopban, csak az a különbség, hogy az ember vesz egy hajszárítót vagy egy kenyérpirítót, megkapja szépen otthon a csomagot, bedugja a konnektorba és már üzembe is helyezte. Hát ez a gumiabroncsoknál nem így van, azt ugye mindig szükség lesz egy szervizre, aki felszereli. Igen, viszont a tanácsadás az hiányozhat, nem? Én hogyan tudom kiválasztani, az jó volt, hogy bementem, és akkor megmondta ott a szaki, hogy akkor erre a Verdára éppen melyik gumi, meg ennek ilyen az árérték aránya. Ez egy kicsit drágább, de ezt javaslom, és hogyha az ember megbízik benne, ez fontos, akkor ezt hogy pótolják? Hát azt gondolom, hogy az emberi szakértelmet a gépek nem pótolják. Én azt gondolom, hogy az online és az offline világ kiegészíti egymást. Mi úgy mérjük, hogy nagyjából a piac 20-25%-a vásárolt, fogyasztók 20-25%-a vásárolt teljesen online módon. Mm-hmm. Tehát amiről ön is beszél, az nagyon fontos, és továbbra is fontos nekünk is, hiszen ott vannak a kollégáink, védőmaszkban dolgoznak, plexifal mögött dolgoznak. Igen, ha lehet, akkor a bankkártyás fizetést szeretnénk. Igen, elszámlát fogunk küldeni, tehát csökkentjük a kockázatokat, de természetesen a szakembereink ugyanúgy ott vannak, és ugyanígy van ez a partnerhálózatunkban is vidéken. Tehát nem gondolom, hogy ez helyettesíti, én azt gondolom, hogy ez inkább ki tudja egészíteni. Na de miért most? Hát egy patinás cégről van szó, és hát elég régóta azt hiszem, hogy 25 évesek, és hát azért valljuk be őszintén az online gumi abroncs értékesítés is működik egy ideje Magyarországon. Hogy most ért be ez a fejlesztés? Ezt is, mint oly sok mindent a pandémia hívta elő? Kicsit vártam ezt a kérdést. Köszönöm szépen az évfordulós utalást. Valóban nagyon büszkék vagyunk, hogy idén 25 éves a cég. Ez egy hosszabb, erre a fejlesztésre nem úgy kell gondolni, mint egy alapvető szolgáltatásnál, ahol egy ember kell mondjuk valamihez, mint egy fodrászszalon, akinek nem volt eddig online időpontfoglalója, kirak egy egyszerű webes felületet, és mivel úgyis ott van a fodrász, ha valaki foglal időpontot, levágja a haját. Ez egy komplexebb dolog, mi két éve készültünk ennek a bevezetésére. Tehát a vírus alapvetően nem indikálta azt, hogy mi ezt bevezessük, mi ezt már korábban eldöntöttük, de ez egy rendkívül komplex dolog, ugyanis nem csak, hogy készlettel kell rendelkezni, rendelkezésre állással kell rendelkezni, rendelkezni kell a logisztikai kapacitással, hogy oda tudjuk szállítani abba a szervizbe azt a terméket, amit a fogyasztó kiválasztott, és ráadásul arra az időpontra kell oda szállítani a terméket, amikor a fogyasztó az időpontját kérte. Ja, ezek az abroncsok egy központi raktárban, laknak, és a foglalás és a kivitelezés közötti időpontba kell ezeket kiszállítgatni, tehát akkor nem szervizenként van fölhalmozva valamennyi, mert ahhoz túl sokféle gumi létezik, ugye ezek szerint? Akkor a szorti, hát ezt talán önök, de az autósok biztos, hogy kevéssé tudják, hiszen mindenkinek egy autója van, arra kell gumiabroncsot vásárolnia, de több mint 16 ezer cikkkel dolgozunk, tehát rendkívül széles a szortiment, és ugye itt még a viszonteladó partnereink, akiknek ez a szakmája, és akik kereskednek, szervizekkel rendelkeznek, ők is nehézségekbe ütköznek, hogy milyen gumiabroncsokat tároljanak be. Ráadásul ugye a különböző szortimentek mellett, tehát méretválaszték mellett a márkaválaszték is rendkívül bő. Én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hiszen a fogyasztó nagyon sok márkából tud választani, 5-6 prémium márkából, 10-20 közepes márkából, és utána van 20-30 nagyon jó minőségű, olcsó márka is a piacon. De ugye ezeket egy szervizponton, akár mondjuk Budapest 11. kerületében raktáron tartani, ez lehetetlenség. Uh-huh. És a legtöbb webshopnak ez a gyengesége egyébként, hogy különböző készletek oda be vannak kötve különböző pontokról, Magyarországról vagy külföldről, és hát ugye a szállítás nagyon esetleges ilyen téli időjárásban, illetve a csomagküldő szolgálatok működése is nagyon kérdéses. Ugye ilyenkor mindig a Black Friday-re gondolunk, amikor az ember, hogyha rendel egy parfümöt, például azt is van, hogy egy-két hét alatt kapja meg,
ugye téli gumiabroncsot, amit az ember másnap legszívesebben felszerelne, ott nem mindegy, hogy, hogy ez megérkezik-e másnapra. Mi ezt tudjuk garantálni, hogy a szervizekben másnapra ott lesz az a termék, abban az időpontban, amit a fogyasztó kér. Ez mindig érvényes, illetve csak azért kérdezem, mert hogyha új gumit akarok venni, és például volt egy ilyen eset, hogy elrontottam, és nekimentem a patkának, és akkor tönkrement a gumim, ott helyben kellett cserélni ezt a szükség, vagy hogy hívják ezt a virsli... Igen, ez a mankókerék. Mankókerék kellett föltenni. És onnantól kezdve is ez egy nap él, tehát hogy ilyenkor foglalok, és akkor másnapra mehetek, kiszállítják, tehát ez mondjuk a... az egész éves folyamatban ez nagyjából ugyanaz, tehát nem csak a mostani úgymond kampányidőszakban, cserekampányidőszakban? Nekünk a fogyasztóknak tett ígéretünk alapvetően az, hogy igen, tehát másnapra tud terméket, illetve szolgáltatást vásárolni. Nyilván ez ilyenkor a legnehezebb, amikor mindenki az átszereléssel van elfoglalva, és minden szerviz kapacitása ki van használva. Alapvetően azt gondolom, hogy ez működik. Egyébként a szervizek szoktak, a miénk is és a partnereinké is szokott tartani ilyen esetekre. Uh-huh. Természetesen a fő méretekben, abban 4-5 méretben, amit mindenki ismer fejből, ami a Skoda Octaviára vagy Suzuki Swiftre való, mindenki szokott tartani egy-két tartalékabroncsot vagy kopott gumit, hogy a továbbhaladást, a mobilitást az biztosítani tudjuk. De alapvetően a másnapra történő szállítás az egy megoldható dolog. Még egyszer nekünk, Tatán van egy logisztikai központunk, 500 000 gumiabroncsot tárolunk, tehát itt a fizikai kapacitás és logisztikai rendelkezésre állás legalább olyan fontos, mint az online képessége. És egész országot onnan látják el Tatáról? Így van, az egész országot, sőt még a régiós piacainkat is, tehát például Szlovákiát vagy Romániát is onnan látjuk el. Uh-huh. Oké, hát ez érdekes volt. Ön egyébként lecseréltem már, illetve mikor cserélte le most már, kíváncsi? Nyilván benne van a 30%-ban, de hogy mi az ideális időpont példamutatási hát célra? Én azért azt gondolom, hogy kitalálták, hogy én benne lehetek ebben a 30%-ban, de nálunk 3 kisgyerek van a családban, úgyhogy és tényleg a biztonság el az első. Hát itt nekem nagyon könnyű a cégnek a misszióját képviselni, ami az azért vagyunk, hogy ügyfeleink biztonságban közlekedjenek minden nap. Én már október első hetében szoktam cserélni, nem várom meg a rossz időjárási körülményeket. Hát meg van protekció, és hát ezért igazgató helyettes úrnak csak nem mernek nemet mondani, mikor időpontot kér. Igen, viszont ez igaz szezonban is, tehát valószínűleg tegnap este 6-kor is, ha beestem volna, akkor még megcsinálták volna az automat. Nézd, sem a kollégáimat nem akarom ezzel terhelni, nyilvánvalóan, viszont tényleg a biztonság szempontjából, látják, nem én vagyok az egyetlen ilyen korai kecske idézőjelben, a fogyasztóknak a több mint a 30%-a már átszerelt, tehát nem várják meg a jeget, meg a havat. Idén mikor lesz a csúcs, ez csak kimondott a időjárás függő? Hát én azt gondolom, hogy most nézve az időjárás jelentést, alapvetően a következő 1-2 hét lehet a csúcsidőszak, de ugye, ahogy önök is említették itt a beszélgetés elején, a COVID vírus az egy olyan tényező, olyan bizonytalansági tényező, ami nehezíti. Normál körülmények között azt mondanám önöknek, hogy a november hónap maga a csúcshónap az átszereléseknek. Uh-huh. Oké, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Szép napot, sok sikert, jó munkát kívánok. Én köszönöm, és biztonságos autózást. Köszönjük, viszontlátásra. Pollák Péterrel, az Abroncs Kereskedőház Kft. Kereskedelmi és marketing igazgatójával, illetve vezérigazgató helyettesével beszélgettünk.